Nos, sziasztok srácok! Én Dév vagyok, és arra gondoltam, hogy 1v1-be is megnézem, hogy mit tudok Rocket League-be, és ezt így akkor felveszem nektek. Akkor lássunk is neki. Ó, ezt nem én akartam, hanem így. És akkor megmutatom a autókat, amiket vettem, ez így a DeLorean a visszajövőből, és ez pedig a másik, amit vettem, külön vettem ezeket ezt a két autót egymástól, ez pedig a Nissan Skyline GTR R34, amit ugye Paul Walker vezetett a Halálos iramban második részében. Hát a festés nem sikerült ugye eltalálnom, de ennek az is az oka, hogy nincs benne az ezüst szín, ami például a Raptánál megvan. Úgyhogy nézzük meg, mit tudunk 1v1-be. Megvan a meccs első gólja. Nagyon amatőr lesz egy kis srác, de ez személy dolog volt, úgyhogy erre vissza is engedem neki. Ügyes volt, meg kell hagyni. Nem baj.
Na. Azért ügyes volt. És nem. Azért ügyes volt. Srác. Vagy a kis csaj, attól függ. Csak megnéztem, hogy megy még a felvétel. Megy, oké. Okay. Azt mondja, hogy akkor vissza. De ez most ügyes volt. Kicsit elmosottam rajta, hogy mennyit segített, de... De nekem szerencsém volt, hogy őt fogtam ki most, aki nem úgy játszott. Szerencsém volt. Ez kettő-kettő bedobott, de nem tudom miért. Na mindegy. Pedig 1v1-et nyomtam. Itt láthatjátok, ott van 1v1. És erre meg 2v2 bedobott. Úgyhogy nagyon jó a Rocket League-a. A meccs találó képessége. Na, most 1v1 bedob. Uha, PS4-es kolléga van. Jujjujj, szar van a palacsintába. Ennyi a veretlenségemről. Az megfut utána, hát... Egyből. Ja. Már megint a pingem, hogy a rohadt életbe. Fú. De a pingemnek is köszönhető, hogy ilyen szerencsés. Meg annak, hogy én ügyetlen vagyok.
Na jó, mert a pinggel kell foglalkoznom. Faszomat a kecében áll. A netnek. A szerencse csomag. Következő. Még ezen kívül hármat. Ja. Még ezen kívül három meccs, és akkor
Ugyanezzel kerültem össze, ló. Jó, menj a nyárba. És illőbe azt hittem, hogy itt lőbe volt. Na jó van. Most volt először, hogy ugyanazzal kerültem össze, még egyszer. Érdekes, nem mindegy. Ó, de a pingje most már jó. Hogy van, nesze. Te. A magatos fej. Hogy van. Nyomorék. Elvitte a boostot. Vagy én vittem el. Anyád. És még végignézeti velem hát ilyet. Anyádba nem akarsz elmenni most így komolyan. Jaj. Szerencse csomag. És még 2,5 perc van hátra, bassz meg. Azt hittem ebből így.
végignézeti velem, bazd meg. Nehogy.
Joker. Veterán ellen. Így. Azt a kurva. Ezzel fog engem verni, mint a rongyot, te. Azt a kurva.
már csak egy. Na, ez a utolsó. Egy felvételben. Persze, hogy...
Na, jó van, srácok, akkor én ezzel most be is fejezném a videót. Remélem tetszik nektek ez a kis 1v1-es kis móka. Remélem. Lehet, hogy még este jelentkezek a srácokkal, akikkel tényleg szoktam beszélgetni Rocket League-gel, mert terveztünk estére még Rocket League-et, 3v3-ot. Meglátjuk, mi lesz belőle, jó? Még jövök egy FIFA-val nem sokára, egy Bundesliga 2018-19-es szezonnal, azon kívül még lehet egy kis Fortnite gyakorlásra, aztán majd mi meglátjuk, mi lesz. Na, addig is legyetek jók, srácok, köszönöm szépen a megtekintést, később még jelentkezem. Na, addig is legyetek jók, sziasztok! A partner csatornáim, tehát a srácok csatornája, akikkel szoktam beszélgetni. Teljesen azoknak, akik YouTube-oznak, persze azoknak a csatorna leírása, hogy a csatornája ott van a leírásba, a partner csatornák között ne felejtsétek el megnézni. Na, elmondtam szerintem mindent, amit akartam. Na, amint mondtam, még egy FIFA-val jövök. Aztán még lehet egy kis Fortnite, nem tudom. Majd meglátjuk meg este a Rocket League a srácokkal 3v3. Na, úgyhogy elmondtam a menetrendet. Na szóval, addig is legyetek jók, további szép napot, sziasztok!